Nézzük most meg egy egyszerű 20x20-as color block a pixnek a megoldását. Color, tehát színes. Kezdjük talán itt ebben a sarokban. Jó sok egyest találunk, ezeket triviálisan csak így lehet kitölteni ugyanis. Ezekre időt, magyarázatot sem érdemes fecsérelni. Ezeknek az egyeseknek a kitöltésére. Ez a 4, ez csak így húzható most már. Ez a 2-es csak így húzható. Ez még sokféleképpen húzható. Ez a 6-os csak így húzható. 2x3-ként. Ez a 4-es pedig csak 1x4-ként, és így. Ide, ebbe a mezőbe csak az alsó 2-es húzható. Ez is, viszont ide ezt a 4-est nem húzhatom be, biztos, mert akkor felfele már nem bírnám vinni, hogy meg legyen a 2x2, tehát ide csak a 2-es jön. Ez triviális, ez a 4-es most már csak felfele jöhet, 1x4-ként, 2-es csak lefele, ez is csak lefele jöhet. Ide, ezekbe a mezőkbe, ide például azt muszáj lehoznom, és ide is. Nem, oda nem. Viszont, mivel lehoztuk, ide innen nem juthatok oda, a hármastól sem juthatok oda, erre meg megint csak nem juthatok oda. Ezért 1x8-as ez már nem lehet, csak 2x4-es, hiszen függőlegesen 8 nem fér el, vízszintesen meg nem húztam az 1x8-as, mert látszik, hogy lefele már indultunk egyet. Tehát ez már csak 2x4 lehet. Viszont az azt jelenti, hogy jobbra el kell mennem minimum még egyet, bár lehet, hogy még kettőt is. Közben ezeket az egyeseket én itt beszínezem. Ez a 8-as befejezhető függőlegesen fölfele, vagy pedig jobbra. Meglátjuk, hogy melyik lesz az igazi. Ebbe a mezőbe bevihetjük a 4-est is, meg a 2-est is. Ez a 3-as csak erre mehet. Az 1-eseket közben színezem. Azt is látszik, hogy a 4-es az már csak 1x4 lehet, de hogy melyik irányba fejezzük be, azt én még igazándiból nem tudom. Vagy erre fogom befejezni, vagy erre. Ez a 2-es csak erre hozható. Ide a 4-es nem vérdőbe. Ez a 2-es csak felfele vihető. Az is látszik, hogy a 4-es csak 2x2-es lehet. Ide viszont már csak ezt a 3-ast tudom lehozni. Ez a 4-es csak fölfele mehet, 1x4-ként ez a 2-es csak fölfele mehet, ez is csak fölfele mehet. Ebbe a mezőbe csak ezt a 2-est tudjuk lehozni, mint ahogyan ebbe a mezőbe is csak ezt a 2-est tudjuk lehozni, ide pedig csak az alsó 2-est tudjuk levinni. Ide a 6-ost 1, 2, 3, 4 mező van csak, tehát ide a 6-os biztos, hogy nem húzhatom be, mert akkor kénytelen lennék 1x6-ként ábrázolni őt. Viszont vízszintesen csak 4 fér el maximum. Ide a 2-est kell vinnünk, és akkor ide sem vihető be a 6-os. Mert hogyha ide behoznám a 6-ost, akkor 2x3-ként kéne, de másodikat sem föl, se nem tudnánk.
kettes megy ide föl, és akkor a kétszer három az már csak így lehet. Ide, ebbe a két mezőbe a nyolcas már nem hozhatom be, mert akkor tovább kéne még vinnünk, de tovább már nem tudjuk. Meg legyen a négy, tehát ide már csak a hármas vihetjük le, és akkor ezt a nyolcas most már csak fölfele fejezhetjük be. Ide most már egyértelmű, hogy ezt a négyest vihetem csak be. Ide a kettest kell lehoznom most már. Ide ezt a kettest kell bevinnem, ide pedig ezt a kettest kell lehoznom. Az egyeseket közben színezem szorgalmasan. Ez a kettes már csak fölfele mehet, ez a hármas csak jobbra, egyesek. Ide ebbe a mezőbe egyedül ezt a hármast tudjuk bevinni, és akkor ő már csak így fejezhető be. Ide csak a 9-es hozható be jobb arról, és akkor ezt már csak egyszer 9 lehet, így fejezzük őt be. Mégsem. De ez a hármas most már csak jobbra vihető, ez a kettes csak jobbra vihető, ez az ötös csak balra vihető. Ez a kettes csak fölfele. Ez a hármas pedig biztos, hogy eljön legalább egyet erre, mert fölfele nem mehet, hiszen nincs fölfele három helyünk már. Mi a helyzet ezzel az ötössel? Ez az ötös vízszintesen nem lehet egyszerű, csak függőlegesen, tehát is fér függőlegesen, vízszintesen ugyanis csak három helyünk van tőle. Ide ebben a mezőben csak ez az ötös hozható le, fölfele 1, 2, 3, tehát még ide kettővel még fölvihetjük, és vagy itt fejeződik be akkor az ötös, vagy itt. Ide most már csak ezt a kettest vihetjük, ide ezt a kettest hozhatjuk be. Ez az ötös már csak vízszintesen mehet egyszer ötként, akkor ez a kettes már csak fölfele mehet. Nézzük ezt az ötöst, 1, 2, 3, erre csak 4 helyünk van, tehát csak függőlegesen fér el az öt, ezért így kell belajzolnunk ezt az ötöst. A hatost ezt viszont föl kell vigyük 3 egységgel, mondjuk lehet, hogy 6-tal, vagy pedig ezt a 3-at el kell hoznunk balra. Viszont ide a 3-ason kívül sehogyan sem tudunk ebbe a rétbe jutni, mert legfeljebb fölülről tudnánk már csak bejönni, de innen csak 3 egységet haladhatunk le maximum idáig. Tehát ez a 6-os muszáj, hogy így fejeződjék be, mint ahogy ez a 9-es is muszáj, hogy csak 3x3-asként tud befejeződni. Ez a 3-as, ez csak vízszintesen lehet 1x3. Ide a 4-es nem hozhatom be, de igen, 1x4-ként így. Vagy függőlegesen viszem. Talán az egyes még. Mi a helyzet ezzel a 20-assal? Bár elég sok lehetőség van, viszont az egyszer 20-at nyilvánvalóan ki kell, hogy zárjuk. Hiszen semmire sincs 20, sőt a 2x10-et is ki kell, hogy zárjuk, mert 10 sincs semmelyik irányba,
Maradt tehát a 4x5-ös felbontás. 4 viszont csak fölfele vihető, illetve lefelé. Így jön ki a 4. Akkor ezt el kell vigyük még jobbra, illetve balra, úgyhogy kijöjjön az 5. Hát jobbra is 2-t tudunk rajta vinni balra, és ez pont azzal a meglévő 1-el 5 lesz, tehát ezt meg is kell csinálnunk mindkét irányban. Ez a 2-es már csak fölfele jöhet, ide csak ez a 3-as jöhet be, ide már csak ez a 4-es jöhet be, és akkor őt így kell befejeznünk, ide pedig csak a 2-es jöhet. Ide, ebbe a mezőbe csak ezt a 3-as tudom elvinni, ide pedig csak ezt a 4-es tudom most már elvinni, és akkor őt így fejezzük be. Ide, ebbe a pontba csak a 3-as tudom behozni, az 1-es triviális. A 9-est az 3x3-ként nyilvánvalóan nem vihetjük be, hiszen függőlegesen csak két helyünk van, tehát ő egyszer 9 lesz, és az is világos, hogy csak vízszintesen helyezkedhet el, tehát így kell behúznunk a 9 egységet. Ez végig is húzódik, itt egy 1-es, az nem gond, itt is egy másik 1-es, ez a 4-es már csak így jöhet, ez a 3-as pedig muszáj bejönni, de ide is akkor így fejeződik őbe. Ez a 2-es csak lefele jöhet. Ide csak ez a 2-es jöhet már be. A 9-es az biztos, hogy nem jöhet ide, mert akkor kettő szélességű lenne ez a mező, és akkor, mivel a 9-2-vel nem osztható, ezért már is ellentmondást jutottunk, tehát ide már csak ezt a 3-as húzhatjuk le. Ez a 9-es, ez már csak egyszer 9 lehet. Na és akkor nézzük meg, hogy hány elem fér ide be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tehát akkor alul is, meg felül is kihagyunk két mezőt. Ez a 15-ös, ez lehet 3x5, amit azonnal kizárok, hiszen a 3-as az maximum idáig jöhet, de ha idáig elhozom, akkor muszáj lenne lefele hoznom, és akkor már csak 3x2 lehetne. Elhozhatom még ide, kettő egységgel. Az viszont kevés, mert a 15 az nem hozható kettővel, ami azt jelenti, hogy a 15 az csak függőlegesen helyezkedhet el egyszer 15-ként. Mivel viszont itt 16 darab helyünk van, ezért nem tudom, hogy a felső, vagy az alsó lesz-e ez a kék mező. Ez az 5-ös viszont itt függőlegesen nem helyezhető el, csak vízszintesen. Vízszintesen viszont jobbra csak 2-t mehetek, tehát akkor balra is el kell jöjjek minimum 2-t, és akkor jobbra is el kell, hogy jöjjek még minimum 1-et. Ide viszont ebbe a mezőbe semmi másról nem tudok belépni, csak ezzel az 5-össel most már. Ebből a mezőbe csak ebből a 3-asból tudok bejutni, és akkor ő egyszer 3 csak így lehet, ide pedig csak ebből a 4-esből tudok bejutni, egész pontosan így, akkor a 2-esnek muszáj így jönnie. Ez a 12-es viszont, ez csak egyszer 12 lehet így akkor, íz idáig, akkor még egyet fölviszek, és nem tudom, hogy egyelőre nem tudom, hogy ez lesz a 12-dik, vagy ez lesz a 12-dik. Viszont ide máshonnan nem tudok bejutni, csak innen,
lesz akkor a 12-es. Ide most már csak a 15-ösből jöhetek le. Ide muszáj bemennem a 3-assal. Akkor itt erre fejezzük be. Ide csak a 2-esből juthatok be. Ezt a 6-ost nem hozhatom fel ide, mert akkor egyszer 6 kéne, hogy legyen, viszont itt csak 4 mező van, tehát akkor a 6-os fölfele nem mehet. Ide semmiképpen sem, és az azt jelenti, hogy ide már csak ezt a 4-est vihetem be. Ez a 2-es most már csak lefele jöhet, és akkor az is látszik, hogy ez a 6-os ez már csak így fejezkedhet el, 2x3-ként. Ideál csak a 3-as jöhet föl, akkor az is világos, hogy a 9-es már csak lefele fejeződhet be. A 5-ös az még mindig nem tudom, hogy fejeződik. Viszont ez a 2-es már csak lefele jöhet, most már ez a 2-es is csak lefele jöhet, és most már az 5-ös is csak lefele jöhet. Ez a 3-as most már csak jobbra mehet. Ide, ebből a mezőbe csak ebből a 6-osból tudok bejutni, így. Akkor egyszer 6 lesz. Ide nem hozhatom be a fekete 4-es, csak lefele vihetem, akkor viszont már csak egyszer 4 lehet, akkor a 2-es már csak felfele jöhet. Ide, ebből a mezőbe csak ebből a 4-esből tudok bejutni. Akkor ez a 2-es már csak felfele mehet, mint ahogy a kettes csak lefele mehet. Ez a kettes szintén csak lefele jöhet, mint ahogyan ez a kettes is csak lefele jöhet. Ez a 4-es csak jobbra mehet már. Ebbe a mezőbe lejöhet a kettes is, meg lejöhet a 3-as is. Viszont a 3-ast nem tudom felfele vinni, mert nincs csak két helyünk, tehát akkor szintesen kell elhelyeznünk, és akkor a kettes is egyértelműen már csak így rakható be. Ez a 4-es, ez csak 2x2 lehet, ez a 2-es pedig csak fölfele jöhet. És akkor most keresgélhetjük, úgy tűnik, hogy mi az, ami még nincs befele. Ez a 2-es talán. Ezzel ezt a color block a pixelt befejeztük, és amit látható, én úgy gondolom, hogy ez egy denevér lesz itt a képe.